Az Unibet támogatta ezt a mini gyors testvérem? Megjelent az Who Embers! Limited kiadás világ legjobb ízben! Cseresznye porrandbor, ami olyan, hogy szárazon eldurrasz, fiam! Who Ember! Minden embertermék online vásárlásakor dobozonkénti 20 forintot ajánlunk fel az éhezők.hu alapítványnak, tehát minden online megrendelésnél 20 forint per doboz. Ha-ha! Vegyél már, ne legyél csicska! Szia! Az előrendelési fázis elindult. Szeri! 16 éven aluliak számára nem ajánlott. Mind a kutyák úgy ugattok. Sziasztok, hello! Közeleg a... Mi is közeleg? Nagy passz a füled mögé. Bocsánat. Na, mivel pornót nem tudunk nézni, mert akkor letörlik a csatornát, ezért erpészni fogunk. Jó, és akkor szeretném, ha bemutatkoznátok addig a cseten, jó? Egy-két szavas mondatban, hogy fiatalos csapat tagja akarsz lenni, meg ilyenek. Hello mindenkinek, szevasztok srácok és lányok, és begyes tüzelésűek, és burnyákok, és langyosok, és hello. Többen kérdezitek, hogy mekkora a péniszem, hatalmas, meg hogy melyik szerol játszunk. Amerikára roll a place. Vettem egy ember drinket, szubnak számít? A nagy faszt. Nem számít annak. Szia, Tomi. Fővettem a zsigolós szabadidőruhámat, amin egy alupólia csík díszeleg. Remélem értékelitek a ma esti szettemet. Na hello mindenkinek, hello! El kell mondanom valamit. Hatalmas péniszem van. Ez az egyik, a másik pedig... Hogy még nagyobb. És a harmadik, hogy megjelent előrendelési fázisba lépett a Hóember. Még egyszer megmutatom a... Hóember. Zoknim is menő. Érdekel? Vagy mit mutassak meg tényleg? Pénisz review? Hát 10 éve streamelek, azért már lassan eljön az ideje, nem? Pénisz review-nak. Hatalmas péniszem van. Már mindenki kiverte, vagy történt bele valami. Itt az idő. Eljött az én időm. Pénisz review. Na, szóval megjelent kérlek szépen a Hóember, ami egy energiaital, egy limitált, egy téli időszakra tervezett fantasztikusan finom és csodálatos energiaital tulajdonképpen. És ez egy jótékonysági akcióval együtt jelent meg, ami azt jelenti, hogy az éhezők.hu alapítvány minden egyes doboz, megvásárolt doboz után 20 egész magyar forinttal lesz gazdagabb. Lesz róla kommunikáció, hogy mennyi, hogyan és hány forint és minden. Oké? Okay? Oké. Okay. Akadozik. Jó van, kap be a nagy faszt. Ne, bocsánat, nem, nem tudom, ki mondta. Jó estét kívánok, sziasztok, és most újra el kell mondanom, amit az előbb, hogy a bot nézők amúgy egy... köcsögök. Mert nincsenek itt a streamen, és ezért nem fog hozzájuk szólni. És két ajándék is van. A bot nézőknek. A stream nézőknek is van ajándék, az pedig... csókolózás. És ez elég kínos, hogy ezt így szóba kellett hoznom. Lali, te kétségbe vonod az öreg szavát. Figyelj, hát bazd meg, az öreg hang nélkül hallgatja a zenéket. Hát hogy így van. Címet megmondom, mint a Shazam. Úgy, hogy be se kapcsolod. Két nézett pár filmet, bazd. Így van, és hátulról előre. A végiről. Vizet kiönti, meggyújtja, és benzinnel oltja el Lali. Így igaz. Így igaz. Tényleg? Így van. Úgy megyek előre, hogy közben hátra is. Érted, hülye gyerek? Beugrasz a vízbe, a víz lesz öreges. Így van, így van. Figyelj csak ide, Lali. Nézz a szemembe. Nézek. Közelebbről. Igen. Még. Igen. Befogod a papádat? De hát, paripapeim. Be, de én csak a igazságot mondom. De nincs igazság, az az igazság, tudod mi az igazság? Amit én mondok, mától kezdve. Világos? Jó. Mondjad, hogy bocsi apu. Bocsi apu. Nyitva van a kapu. Nyitva van a kapu. Mondd azt, hogy ne felenye. Ez arabul, tudod mit jelent? Mit? Az, hogy szerelmes vagyok beléd. Komolyan? Akkor ezt mondhatom a Jokernek? Figyelj csak.
nem, mert péltékeny lesz, és nem akarom, hogy a kettőnk közötti szelíd és tapintható lágyfeszültséget észrevegye a Joker. Kérsz fagyit? Kérsz bőrfagyit? Két gombócosat? Igen. Igen. Kérné? Megkóstolom, még nem ettem olyat. Majd fogod. Ebben? Jó. Elsősorban szeretném megérdeklődni a bíróság, hogy mi az ön munkája, a jövedelmének forrása. Én? Kérem igen. Szépen, tisztelettel, én szellemírtó vagyok, és spiritista tevékenységet végző, fényjáró és oda-vissza néző, látó, tekintő, halott látó, beszélő, szagló, érző. Bocsánat. Maradjál már csődbe. Szépen beszélni, nem hallom, mi a dilemma. Figyelj csak ide! Rendet a teremben! Na. Ja, bocsánat, elfelejtettem, hivatásos anyabaszó is vagyok, ha esetleg névjegykártyát fogok itt hagyni mindenkinél, hogyha szükség lenne ezekre a szolgáltatásokra. Ez az ember, ez megsérti itt a törvénykedést. A házszabály, a házszabály. Bocsánat, a tények nyelvét használom, az őszinteség, azt gondolom. A tények nyelvét egy egyszerűs finomítsen, jó? Anya szeretkező. Jó. Szexuálisan. Jó. Bőnyomó. Bőnyomó. Figyelj csak. Tudod, mi szokott piros lenni? A passzom, amikor verem 3 órán keresztül. Te is szeretnél piros lenni? Mert járhatsz úgy, mint a passzom. Bocsánat. Miért menjél innen el, jó? Fia! Figyelj be! Anyád adott egy kis zseppénz. Azt mondta, várj be! Van pénzed nálad! Van pénz! Szekjavány, bács, szekjavány. Bocsánat, elragadott a hív. Jó, és akkor meg kéne mutatni, hogy most hol is lakol te pontosan, hogy anyukádnak... megnézzük anyukádnak, hogy van-e pinája. Anyukádnak van pinája? Menj. De ne bőgjél már te. Vezetetek. Az most milyen öreg, ha? Most jó. Figyelj csak, visszatérünk erre a vezetésre, de először a tartozást kéne kiegyenlíteni, amiben verted magad. Visszajövünk érted, csirazsák, oké? Aztán a szottya csöcsű anyáddal szépen viselkedjé, jó? Jó, akkor már a viszontlátás... Ja, és nincs mit... Nincs mit, te varjú arcú. Meg a bolondos 2 centit rakd a gatyába. A szemedet kibágnál. Sziasztok! Szia! Kárnyi tó, tudod? Sági, jött ezzel, ne felejtsd, jövünk! Jó! Azt a kurva eget! Nem mondom őszintén, Bravo újságban láttam ilyet 1997-ben, érted? De azt gondolom, hogy egyébként a nosztalgia és a nosztalgia faktor miatt azért nem rossz. Ez az ing, ez az újatlan, ez az asszonverő stílus, amit itt próbálsz megidézni, és a tulajdonképpen elvesztett önbizalmadat visszaszerezni, ez az enyhén MB2-es focipálya kopottságú, gyepre hasonlító hasszőrzettel megkínálva, azt gondolnám, Lajos, hogy megállja a helyét, de mégsem hozza ki a maximumot belőled. És az, hogy ki van pehéredbe hajad, mint a bolti zsír, az kicsit hozzátesz a szethez. A boxoló cipő egyébként már le van rúgva, mint a lábazati vakolat, úgy néz ki, mint a szar. Tehát megmondom őszintén, hogy ez nem illik, és ez a nylon pulóver, amit ha fölhúzol magadra, akkor izzadsz, mint kurva a templomba, ez is a stílus és ízlés picamra utal. Úgyhogy én megmondom őszintén, hogy úgy nézel ki, mint egy rakás szar, viszont a Jokernek oda versz, egy 10/4-et mondanék tisztelette. Mi? Lali, kérsz két gombócos paszt, kérsz? Igen. Mert adok egyet, mindjárt, nem fogod be azt a nagy retkes pofádat, pogaskerék. Ha, mondjad igen, na akkor most popázzál. Milyen ízű a két gombócos paszt? Annak is olyan szaga van, mint az ujjamnak, mert Giulio körcsönkét a biciklit. Érted? Ez a probléma lesz itt, bazd meg. Az biztos, nem adtál tiszteletet. Itt van, kérsz tiszteletet? Az szép volt. Hibátlan. Ez egy márkajelzéssel ellátott videó, most látom. Ez egy F betű egyébként, és fansz, és alatta van, hogy szőrzet, csak pont nem látszik. Pant szőrzet. De jó, ez a tetkó. Figyelj csak, mert olyan van... Én izé vagyok, a vietnámi veterán. Nézzek a köldökömet. Azt nézem el! Látod? Mennyi köldökszöksz van benne?
mint az, a nagyanyádnak az a zománcos labor, amiben mosakodott annak idején, az fele ekkora, mint a köldököm. Szeretnék körülnézni most, hogy leesett az első hó, hóvirágdő, az ablakon száncsengő. Lá-lá-lá! Bazzeg, itt azért senki nem lapázolja lesz a kibaszott habat? Bocsánat, meg kell jelentkezni ilyen segédmunkára. Kis pénzt összeszedjünk. Te ellapátolom én, bassz meg, nem vagyok csiska gyerek. Jó? Szeretném, ha most megölelnétek egymást a béke megnyilvánulása kapcsán. Joker és Lajos, nézzük. A rózsaceremónia. Egy ölelés szeretnék. Megölelhetlek Joker. De nem kérdezünk ki, békekötés van. Lali, csak mennyi adást csináljuk. Lali! Hey! Lali, topizd, nem érhe. De most ilyen kannibálok között nevelkedtél, Juni. De hogy nem bírod befogni ezt a mocskos retkes paplampopádat? Ha? Öregény, jövök veled, mert a Joker nem viszonozza. Most ezt megsúgom, de... Igen? Mintha állna a cerkája neki, hogy megöleltem. Tényleg? Hát én mindig mondtam neked. Igen. Figyelj csak, azt hallottam, hogy ahon te laksz, ott ment a télapos, levágták a rénszarvost, azt megették. Ez igaz? Levágtátok a rénszarvost, azt megették a cigánsorról? Te csöves. Nem szégyellette magad? Fel kéne gumisztatni ezt az autót. Ja, menjünk már el, azt apádat kellett volna felgumisztatni azon a bizonyos éjszakán. Most azon, azt szoktam gondolkodni, mikor beragasztózok, tehát beszipuzok. Tényleg? Hogy kiputón vagyok végig. És én vagyok a legnagyobb modell a világon. Hector Campbell a nevem mostantól. Campbell? Naomi. Nézd meg, azt elmondom, hogy én vagyok. Palvin Hector. Palvin Hector. Megnézzéd a pinámat, ha lenne, Juni? Meg há. De gyertek mondan el, hát üveg az ajtó, öreg! Hát tudom, de én már izé vagyok. Gondozó. Lövök magamról egy selfie-t. Öreg, gyere ma onnan el! Hát lebukunk! Nem bukunk le, bazze, profi vagyok. Te, fény, elnézés? Mi a paszt csináltok? Te normálisak vagytok? Mondta nekem, hogy életképtelen vagyok. Én már nem megyek. Üljél be! Üljél be! Lajos! Én nagyon elberlek, bazd meg, mint buzi a passzát. Üljél be, fele! Mit hisz tizel? Mit hisz tizel? Bocsánat. Ne hisz tizel, Lali, mert tényleg passzal leszel megütve. Érted? Figyelj csak, bele kéne szarni a tenyeredbe. Hát azt nem kell most szarnom. De muszáj, hogy oda bazd a szélvédőre, Lali. Ja, jó, akkor jó. Várjál. Kicsit lehozom a drágomat. Eltaláltad? Odadobom a szart a szélvédőjére. Látod, Lali? Jobb, ha nem szarozol. Ez a tanulság. Lajos. Nincs passzod kilőni a kerekit. Kilőjem? Lali, abban a pillanatban halott vagy. Na most nehogy már, bazzik, nehogy már egymást kezdjétek el lőni. Öreg, én ezt kapom. Abban a pillanatban halott vagy, hogy a kocsimhoz hozzá mertél nyúlni. Öreg, megvédesz? Én? Hát mi vagyok én, bazzik? Miért akarod kilőni? Az öreg? Hát te mondtad. Mit? Hogy nincs passzod kilőni? Igen. És úgy látszik igazam volt. Igaz? Lali? A kurva anyádat, hát mivel megyünk a városházára reklámozni? Jó, most be van töltve, hagyd nézni. Üljébe, mert megyünk reklámozni, hülye gyerek! Nem jó. Hallottad a Jokert? Faszomat már. Mekkora faszod van őszintén? De hogy üzemi hőpokon? Tehát akkor, amikor be van pukkasztva, akkor 3 centi? Igen. Hát elég az. Nagy, nem? Figyelj csak, 3 centire már kabátot is rá lehet akasztani. Érted? És figyelj már, az bazelinas a faszod? Bepő van töltve? De nekem nem. Nekem izé van benne. Bazelinos izé, ifa csapány golyók, minden van benne. Olyan faszom van, há, a csontokat porrá őrli. Kérdezz csak meg az Erzsit. Hogy kell hógolyózni? Itt te hógolyó! Mi? Mikor csinálja a francia hidat, oda tűzi. Hogy kell hógolyót csinálni? A Giulioval mi lett? Lajos, miért szurkáltad meg? Nyugodtan keráljál, érted? Hát igen. Nem vagyunk összeházasodva, meg ilyesmi. Hát én annak is örülnék egyébként. Tényleg? Aha. Meg hát neked sem az utcán kéne élned, akkor én szép nagy házam van. De mi szeretsz?
Én nagyon szeretlek téged, szerelmes vagyok velük akkor. Én meg mondjuk én szeretem a pizzát. Képzeld. Engem nem szeretem. Ettél már pizzát? Legalább annyira szereted, mint engem? Figyelj csak! Kérsz egy üdítőt? Bocsánat, egy pillanatra kivehetnék? Nagyon kell szarnom. Merre van a mosdó? Jó? Nem kéne telefonozni munkaidőbe, bocsánat. Mi ez a telefonozás? Meg ne lássam, mert bajba lesz. Faszom lépcsőzik ennyit, én itt hát megyek. Amúgy igen. Sportemberek vagyunk. Meg visszapattant rólam a főnök, hát? Nem tudom, láttátok-e? Valami nincs rendben egyébként, mert a szemem nem működik. Hát nem működik a szemem, hiába nézek. Érted? Szia! 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 Hát ennyi lesz a stream. Ennyi lesz. Ennyi lesz a stream mára. Ú, de jó volt ez a kis RP. Nagyon kapa volt. Nagyon szépen kösz, hogy itt voltatok ma, srácok. Nagyon szépen kösz a támogatást, a szubokat. Most pedig el kell, hogy búcsúzzunk egymástól. Szevasztok, és hello. És sziasztok, és hello. És sziasztok, és hello.